rengeteg tehetséget ad az időbe, de voltak itthon maradt, Nemes itt maradt, itt volt a Remény, itt a Kürtösi, és a közönség kiment ezekért az egyéniségekért. Még hogyha a vidékről el is mentek csapatokból, de mindig maradt két-három hazai, akiért kiment a közönség, mert tudta, hogy ettől várhat valamit, ettől lesz foci, és egy ünnep, egy program, ki lehet menni a gyerekekkel, és ez volt annak idején Szegeden, és emlékszem rá, hiszen többször játszottam itt. Én azt gondolom, a csodom az, hogy nincs NBA csapat akkor itt. Ugye ebből kellene tanulni. Hát akkor mi történt itt? 20-25 játékos játszik, Szabicsok és egyebek játszanak, Szabics még nekem is volt az olimpiai csapatban játékosom. Hát hogy akkor mi történt itt? Van valami nem stimmel, uraim. Hát hogy? Hát ennyi játékos, ennyi eredmény, minden, tényleg csodálatos dolgok, történtek itt, munka folyt, minden, és akkor elmennek a játékosok, mehetnek, de ezekből kellett volna maradni itthon, és itt kellett volna lenni, hiszen azért Szeged, talán ötön második, de lehet a harmadik legnagyobb város, hát itt kell lenni, nekem az érésem, és engem, megmondom őszintén, az emeletben sokszor beszélünk, hogy hát Szegeden, Pécsen, nincs NBA-es csapat, ugye most hát Miskolc Diósgyőrben talán nem tudom, hogy lesz ott, és hát ott kellene lenni egy csapat, ahol van közönség is lenne.